Évértékelő megbeszélést szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési és képzési bizottság. Feladatai között szerepelt többek között a javaslatok beadása a hiányszaképesítésre, valamint a beiskolázási arányokra vonatkozóan aktualizálták a megye szakképzés fejlesztési stratégiáját. Ennek célja a helyi munkaerő teljes mértékű kiszolgálása. Ez azért is fontos, mert az elmúlt 8 évben 20 000-rel csökkent a gimnáziumokban tanulók száma, és egyre inkább emelkedik a szakképzést választók aránya. A lassan talán megforduló tendencia Szabolcs megyében is tapasztalható. Itt is érzékelhető, hogy van egy eltolódás a szakképzés irányába, hiszen nagyon fontos az, hogy a fiatalok, amikor kikerülnek az életbe, akkor olyan szakmát gyakoroljanak, amivel el tudnak helyezkedni, illetve aktív részesei válhatnak a társadalomnak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kamara felhívja a tanulóknak a figyelmét arra, hogy milyen szakképesítések azok, amelyek hiányoznak a megyében. A hiányszakmák megyénként eltérőek, ebben a tanévben Szabolcsban is leginkább a műszaki szakmák tartoznak ide, ilyen például a hegesztő, a CNC esztergályos, illetve az építőipar területén a kőműves és a festő. De a mezőgazdaságnak és a szociális szférának is vannak olyan hiányszakképesítései, amelyek még hiányoznak a megyében. Duális képzés keretében tanulói szerződéssel a hiányszakmát választók pedig ösztöndíjat is kapnak, ezzel is próbálják ösztönözni a diákokat. Ez azért is fontos, mert nem mindenhol van fiatal utánpótlás a munkavilágában. Nagyon nehéz megélni, amikor a cégek azt mondják, hogy nincs szakember. Nyilván annak örülünk, hogy elhelyezkednek, és minél kevesebb olyan ember van, aki munkanélküli, de szeretnénk megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Így szinte minden iskolánkban ajánlunk föl hiányszakképesítéseket, és ezeket azért is ajánljuk a tanulóknak, mert ösztöndíjat kapnak. Ösztöndíjat tanulmányi átlaghoz viszonyítva kaphatnak a diákok, 2,51%-tól havi 10 000 forintot, a legjobban tanulók pedig havi 30 000 forintot. A tanuló szerződésesek ezen felül még plusz jutatást is kapnak. Gurbánné Pap Mária hozzátette, egy hónapban akár 70-80 000 forintot is kereshetnek a szakközépiskolások.